A dombovári Németház számos hagyományápoló és közösségépítő programnak ad helyszínt, amikor pedig tehetik, a kültér adta lehetőségeket is megragadják rendezvényeik megszervezése kapcsán. A nemrégiben kialakított féltető jó célt szolgál majd az Egyesület életében, mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadó alkalmával. Ahol a német önkormányzatnak egy újabb fejlesztése valósult meg. Igazából ez nem egy olyan óriási beruházás, de mégis szimbolikus jelentősége van abból a szempontból, hogy most a város napján adják ezt át, és ezáltal is itt komfortosabbá válik az épület, illetve az előtér, az udvar, mert több rendezvényt itt szoktak megvalósítani. Ez az Árkád a miniszterelnökség nemzetiségi államtitkárságának köszönhetően is valósul meg, de jelentős forrással támogatta a német önkormányzat, illetve a város önkormányzata is, kb. 3 millió forintos fejlesztésről beszélhetünk. Ezzel is jelezve az, hogy nem csak a dombovári németeket ismerik el itt Magyarországon, hanem a Tolnában, Baranyában és az ország területén mindenhol itt élő németeket és más nemzetiségieket. Az ünnepélyes szalagátvágáson jelen volt a település polgármestere Pintér Szilárd is. A dombovári német nemzetiségi önkormányzat 2000-ben kapta a város önkormányzatától azt az épületet, amelyet azóta is igyekeznek fejleszteni, emlékeztetett az elnök Glaub Robert. Teljesen romos állapotban volt. Az első hullámban mintegy 30 millió forintot költöttünk arra, hogy ezt rendbe tegyük. Majd volt olyan gáláns a város önkormányzata, hogy az egykori községházának a pincéjét is odaadta nekünk, ami újabb 120 négyzetméterrel bővítette a területünket. Természetesen azt is pályázati pénzekből felújítottuk, és azóta használjuk nagyon boldogan. Az elmúlt években számtalan alkalommal fordult elő, hogy eső vagy szél beűzött minket, és ahogy mondtam a beszédemben is, az emberek élmény nélkül mentek haza, miközben nekünk a fellépőket ki kellett fizetnünk. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy itt csináljunk egy olyan árkádot, ami majd védelmet nyújt számunkra a különböző rendezvényeknél, és hát örömmel jelentem be azt is, hogy a térkövezés is folytatódni fog a miniszterelnökség, egyház és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága újabb 1,5 millió forintot adott erre a feladatra, amit a város önkormányzata ismét 1,5 millió forinttal kiegészített. A német nemzetiségi önkormányzat következő rendezvénye a júniusi házfa virágünnep, amely eseményen jól jön majd a féltető nyújtotta árnyék.